15 éve már annak, hogy Nagykállóban nem működik művelődési ház. A város korábbi intézményét 2007 óta már nem lehetett biztonságosan használni, néhány éve pedig le is bontották a kihasználatlan épületet. Nem kell azonban sokáig várni a nagykállóiaknak az új művelődési házra. Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy 1 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megépül a Kállai 2-s rendezvényközpont. Az új épület nagyobb lesz elődjénél, és több funkciót is képes lesz ellátni. Nagyobb lesz a színházterem, nagyobb létszámú vendég fog majd beférni ültetve, illetve nyilván azért ebben már a 21. századi klíma, szellőztetés, mosdóhelyiségek és az egyéb kiszolgáló helyiségek megtalálhatóak lesznek, illetve, ami nagyon fontos, hogy egy olyan próbaterem, táncterem és kis rendezvényterem valósul majd meg, ami alkalmas lesz arra a háttér helyiségekkel, raktár és egyéb öltöző, hogy tánc együtteseink, akár a kicsik, akár a nagyok, ezt próbateremként használhassák már. The winner is Mother of Apostles. Az ukrán Apostolok anyja című film nyerte a legrangosabb elismeréseket az első Cukor Adolf Nemzetközi Filmfesztiválon Máté Szalkán. Az alkotás a legjobb nemzetközi játékfilm, a legjobb rendező, a legjobb női főszereplő és a legjobb producer kategóriában is győzött. A díjakat Jubob Nepop, budapesti ukrán nagykövet vette át Máté Szalkán. Számomra ez egy lehetőség, hogy köszönetek mondjam meg a közönségnek, minden jelenlévőnek, és minden magyar embernek azért a támogatásért, amelyik Ukrajna a jelenlegi helyzetben kapja. Maga a film arról szól, ami 2014 óta átéli elég sok ukrán anya. Azóta, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, nagyon sok anya várja vissza a fiát, a lányát, aki védi az országot attól az agressziótól. Február 24-től széleskörű támadás alatt vagyunk, és én bízom abban, hogy az önök támogatásával, szolidaritásával együtt tudunk győzni ebben a harcban. Hosszú József újfehértói polgármester mutatta be az új piacot a vásárlóknak augusztus közepén. A nyári melegben a legfontosabb berendezése a légkondicionáló, ami elviselhető hőmérsékletet teremt az épületben. Az átadón résztvevő Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, különösen büszke arra, hogy a testület által koordinált top forrásból sikerült felépíteni ezt a modern létesítményt. Több alkalommal személyesen is meggyőződtem, hogy Újfehértónak milyen fontos ez a piac, az itteni közösségnek milyen fontos találkozási lehetősége is. Nem csak bevásárlási helyszín, hanem valódi agóra. Eszmék, gondolatok cserélnek gazdát, gazdagodnak ezáltal nyilván, akik részt vesznek ebben a párbeszédben egymással és a közösség többi tagjával, akár mindenkivel is. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos beruházás Újfehértón. Nem azt mondom, hogy a legfontosabb, de a legfontosabbak között van. Különben örömömre szolgált, hogy mindezt a területi operatív program forrásaiból valósította meg a város. Nem sokára elkezdődik a következő topos, top pluszos beruházási program következő 7 éves szakasza is. Remélem, hogy ugyancsak sikeresen pályázik Újfehértó a további terveik megvalósításához, és hasonlóan szép és hasznos beruházásokat tudunk a jövőben is itt Újfehértón átadni. Ez egy nagyforgalmú csomópontja Máté Szalkának. A város külterületén a Kocsort felé vezető út kereszteződésénél augusztusban elkészült az új körforgalom. A Magyar Közút szakemberei márciustól dolgoztak ezen a ponton, ahol a jövőben már a gépjárművek és a kerékpárosok is biztonságosabban közlekedhetnek. Mindig az első a legszebb, egy első körforgalmat adunk át a mai nap. Nyilván ezt egy rendhagyó, formabontó módon tesszük meg. A kollégáim nagyon kreatív megoldást találtak ki erre, hiszen a közlekedők már birtokba is vették ezt a körforgalmat, amelynek hamarosan a hivatalos műszaki átadási folyamata is elindul, de mi megragadtuk így a fényes napok előestéjén az alkalmat arra, hogy támogatóinkkal, vállalkozóinkkal, képviselőtestület tagjaival, barátainkkal együtt ünnepelve ezt a körforgalmat úgymond hivatalosan is átadjuk a forgalom javára.
A legnagyobb szárazföldi állatok ölelésében ott volt a már majdnem 100 kg körüli kis elefántborjú, míg társai homokot szórva magukra hűsöltek a Nyíregyházi Állatpark egyik legnagyobb kifutójában, addig a kicsi még remegő lábakkal azon ügyeskedett, hogy állva maradjon és ne dőljön az oldalára. Így töltötte első óráit augusztus végén a kis afrikai elefánt Nyíregyházán. Ahogy terveztük, időben született a kisállat, így vártuk valahogy augusztus végén, szeptemberben. A kisállatot másrészt hétvégén ünnepeltük a 25 éves születésnapunkat, úgyhogy nagyszerű születésnapi ajándék. Harmadrészt, hogy a Kwanza, ez már ugyan a harmadik borja, nagyon tudja, hogy hogy kell szülni, hogy kell levezetni egy szülést, hogy kell gyereket nevelni. Egyébként itt van Buba, a nagynéni, aki sokat segít neki a gyereknevelésben is, és a szülésben is. Úgyhogy egy családi vállalkozásban szépen az elefántok elrendezték ezt a dolgot. Lufi közül integetnek a Bogyó és Babóca mese ismert alakjai, Baltazár a méhecske vagy Lili a rózsabogár. Nem véletlenül kerültek ezek a mesefigurák a falakra, Babócáról nevezték el az új Baktalolánd házi bölcsödét. A csoportszobákban minden készen állt augusztus utolsó napjaiban arra, hogy birtokba vegyék a gyerekek. A városban eddig is volt bölcsöde, de most új önálló épületbe költöztek. Új önálló épületben, új intézményi keretek között szeptembertől immár három csoportban nyújthatunk bölcsődei szolgáltatást Baktalórendházán. A korábbi években a legkisebb gyerekek számára nyújtott ellátást a Baktalórendháza és Nyírjákó települések által alkotott társulás fenntartásában lévő Zengőerdő óvoda és bölcsőde intézménye látta el. Baktalórendházán az óvoda épületében egy csoportban, Nyírjákon pedig egy mini bölcsődei csoportban zajlott a nevelőmunka. A jövő hónaptól a bölcsődei funkció leválik a régi intézményről, a feladatot ugyancsak az említett társulás irányítása alatt működő új intézményünk, a Babóca bölcsőde látja el mindkét településen, Baktalórendházán a mögöttem lévő épületben három csoportban, Nyírjákon a meglévő óvodai épület bővítményeként ugyancsak TOF forrásból megépített egy mini bölcsődei csoportban. Az átszervezéssel kapcsolatos döntéseket meghoztuk, a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezünk, a megfelelő végzettségű és létszámú munkavállalók készen állnak a mindennapi feladatok elvégzésére. A beruházás 436 millió forintos TOP forrásból valósult meg. Az összegből az építkezésen túl jutott az eszközök és a játékok beszerzésére is. A fejlesztés részeként 6 új munkahely is létesült Baktalórendházán.